Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó megjelenik március 13-án, ezen a napon. A hold az indiai asztrológia szerint az Ashvini holdházban van. Ezek testvérek, férfi testvérek, és mindkettőnek van gyógyító ereje, tehát gyógyítanak másokat. És mindig előre mozognak. Így van leírva az indiai mitológiában. Ami számunkra azt jelenti, hogy 13-án megvan a gyógyító erő, előre mennek az események, lehet, hogy kicsit siettetjük az eseményeket, vagy kapkodunk, tehát kell azért a nyugalom, és lehet egy új irány, lehetnek változások. Ami fontos ennél a holdháznál, az a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és lesz egy munkahelyi változás. A hold holnap, tehát március 14-én eléri Jupiter bolygót, ami szerencsét hoz, lesznek lehetőségek, kiderül az igazság, lehet érzelmekről beszélni, de nem szabad ezt eltúlozni. Ez kihat majd a holnapi napra. Viszont a mai napon, 13-án van egy jó kapcsolat Merkur bolygó és a hold között. Itt cselekvésekről van szó, beszélgetésekről, vagy az anyukával, vagy érzelmekről. A hold eléri a kapcsolatot Szaturnusz bolygóval, egy jó kapcsolat kettőjük között, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy egy elképzelés megvalósuljon. A hold utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, egy jó hatás Merkur bolygótól, jelenti a cselekvéseket és beszélgetéseket, és egy jó hatás Szaturnusz bolygótól, ami segít abban, hogy ez az elképzelés megvalósuljon. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő gondolata. A gyermek utalhat a gyermekekre, hogy a gyermekek útban vannak hozzá. De a gyermek jelenti az ártatlanságot is, a fiatalos kisugárzást, esetleg egy új kezdetet, egy új irányt. Ő tervez valamit, egy hosszú útat, vannak ilyen távoli tervek nála, amit ő most indítani akar. Az érzelmeit itt látjuk. Itt van egy rossz hír. Valaki bántalmazza őt, kapott egy rossz hírt, az is lehet, hogy felmondtak neki, tehát nincs jól tulajdonképpen, de nem marad ebben a helyzetben, hiszen itt látható a változás. Sőt, ez a változás lehet egy költözködés is, és itt indít egy új irányt, vagy útban van hozzád. És mit fog tenni? Ez a jó indulatú hölgy lehet valaki a környezetedben, aki segít neked. És akkor itt szerződésekről van szó. De ez a jó indulatú hölgy lehetsz te is, hogy ő így lát téged, megbízik benned, jó indulatú vagy. És itt ez a közeledés lehet egy házassági ajánlat is.
mi fűz össze benneteket, azt mutatja a magyar kártya, a rovás írás, ez a betűtj, mi jut eszedbe erről a betűről? Nekem a tyúk jut eszembe, és én elgondolkoztam azon, hogy milyen név kezdődik így, vagy melyik város. Ha jól emlékszem, akkor van egy olyan helység, hogy Tyúkod, de nem vagyok benne biztos, és név nem jutott eszembe. De akkor lehet így a T betűt nézni, mint például Tamás, vagy Tímea, erre is utalhat a kártya. Mi jut eszedbe neked erről a betűről, leírhatod a kommentárban. A régi írásmód itt van középen, hát ilyen összevisszaság van. Nem lehet tudni, milyen irányba mennek a dolgok. De arra is utalhat szimbolikusan ez a kép, hogy ez a nagy X jelenti a kapcsolatot kettőtök között, amikor a sors utatok kereszteződik, és ő ebbe az irányba tekinte, meg ebbe az irányba, tehát más a véleményetek, az lehet, hogy vannak így most feszültségek. És a napi energia, az itt látható. Itt van egy találkozás, sőt, az is lehet, hogy ez a kép a családra utal, a gyermek, az anyuka, a nagymama, a testvér, vagy egy barátnő. Ez lehet egy beszélgetés a családon belül. Itt a négyes szám tulajdonképpen azt jelenti, hogy mennyire fontos most számodra, vagy ő számára a biztonság érzete. Itt kellenek most az alapok, vagy a párkapcsolatban, vagy a családon belül, esetleg a munkahelyen. De itt a tűz, itt középen az asztalon mutatja, hogy itt még van egy ilyen kis szűkös helyzet, amiből ki kellene lépni. És mi a véleményed a kártyáról, vagy hogy értelmezed a rovás írást, ezt leírhatod a kommentárban. Ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Annak is örülök, ha meglátogatsz a Facebook oldalon. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptáról, és vannak meglepetések is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!